December 14-éről 15-ére virradó éjszaka, ez egy szombatról vasárnapra virradó éjszaka. Másnap vasárnap Rába Ketelyen mondott volna misét János atya, nem jelenik meg a templomban. A házvezetőnő már reggel ott van a plébánián, de azt gondolja, hogy János atya már átment a templomba, tehát nem is keresi. És amikor a minisztráns fiú jön, hogy hol van János atya, akkor kezdik el keresni, és aztán jön a hír a pár kilométerre lévő zsidáról, hogy holtan ott fekszik. 66 évvel ezelőtt, 1957. december 15-én a nyugati határ melletti kisváros Szent Gotthárd külterületén különös kegyetlenséggel 32 készúrással öltek meg egy fiatal papot. 26. születésnapja előtt két nappal. A támadók biccosra mentek, az áldozat nyakára is rátapostak, fejére több erősítést mértek. Miközben a rendőrség a nyomozás során hibák tömkelegét vétette, addig a hatalom emberei mindent megtettek, hogy a fiatal pap emlékét örökre eltöröljék. Igyekezetük hiába való volt. A vértanú papot tisztelők száma egyre nőtt. Habár a rendszerváltásig még a nevét is veszélyes volt kimondani. 60 évvel halálát követően 2018. május 1-én avatták boldoggá. Mára az egyházüldözés szomorú időszakának vértanújaként gondolunk rá. Hívők és nem hívők egyaránt. Ő volt Brenner János, a fiatal ember, akinek életéről és különösen haláláról szól ez a mai beszélgetés, melynek vendége Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, Boldog Brenner János életének és gyilkosságának kutatója. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, sok szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is. Egy mai szemmel nézve is különös és tulajdonképpen érthetetlen történetnek tűnik, legalábbis most 2023-ban. Neked honnan jött az ihlet, az ötlet egyáltalán, hogy elkezdjél foglalkozni Brenner János életével? A Jóisten ajándéka, ez a több mint 25 éves kutatás, kapcsolat. Én Körmenden születtem, és ott jártam általános és középiskolába, és amikor középiskolás voltam, az egyháztörténet kezdett el érdekelni. Egy kiváló plébános Gyürki László volt ott, akkor egy bibliakutató, szentírás fordító, és egy fantasztikus fiatal pap, Császár István, akkor 95-ben szentelték őt pappá, az ifjúsággal foglalkozott, azóta már elég magas pozíciókat töltött be, volt a Szombathelyi Egyházmegye apostoli kormányzója, amikor Veres András püspök Szombathelyről Győrbe került, tehát püspöki helynök, a Székesegyház plébánosa, de Csasi atya, István atya, ővele egy azóta tartó szakmai kapcsolat és barátság fűz össze, és tulajdonképpen kettőjüknek, illetve Brenner József helynök atyának köszönhetem igazándiból a kutatás elindulását, hiszen amikor említettem Gyürki László atyának, illetve Császár István atyának, hogy engem az egyháztörténet érdekel foglalkoztat, akkor mondták, hogy jön éppen akkor bérmálni Brenner József, és hogy megismertetnek, és akkor mesélt egy pár gondolatot az ő öcsének, Brenner Jánosnak az életéről, és István atyával elkezdtük. Én akkor középiskolás, tehát 17 éves voltam. Elkezdtünk interjúkat készíteni. Nem tudtam semmit a történetkutatás módszertanáról, hogyan kell oral historit interjúkat készíteni, hogyan kell levéltárba kutatni, hanem ez így elindult. Jött először József atyával, aztán olyanokkal, akik papok a Szombathelyi Egyházmegyében is ismerték János atyát, és tulajdonképpen ez így egymás után egyik kézből a másikba adtak bennünket, és több mint 80 interjút készítettünk, még a régi világban diktofonnas, hangkazettás felvételek ezek, és aztán egyre több emberrel kerültünk kapcsolatba, majd hát ennek köszönhetően orientálódtam, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre mentem történelem hittanár szakra, és az egyetem alatt már nem csak interjúk voltak, hanem elkezdtem levéltárakba kutatni, de ez egy hosszabb folyamat volt, nem volt igazándiból egy ilyen egyértelmű, hogy na, itt van a Brenner gyilkosságnak a nyomozati anyaga, vagy bármi, hanem ez egy hosszabb idő, és István atyával
Császár István atyával 2002-3-ban el is készült a Magyar Tarzicius Brenner János élet és vértanúsága című könyvünk, ami tulajdonképpen összefoglalta, bemutatta János atya életét, vértanúságát, az ő tiszteletét, és aztán így az egyetem alatt már úgy éreztem, hogy nem lenne etikus ebből a témából szakdolgozatot írni, úgyhogy egy más, egy veszprémi püspök, Badalik Bertalan, akit szintén a kommunista diktatúra hurcolt meg, és helyeztek 1957-ben házi őrizetbe, és mozdítottak el Veszprémből, és fejezte be az életét az egyházmegyétől távol. Ebből lett a szakdolgozatom, de Brenner atyának az életútja, az ő vértanúságának a kutatása azóta is tart. A boldoggávatás történész szakértőjeként sok mindent gyűjthöttünk össze, állítottunk össze. Ugye bár, ahogy említetted, volna egy paptestvére, nem csak egy, hanem rögtön kettő is, hiszen mind a hárman elmentek papnak. Egy szombathelyi, ha jól mondom, polgári család, tulajdonképpen a nagyapja, mint a szombathelyi korábbi polgármester lett volna, tehát egy ilyen értelmiségi családból érkezik. Az ember, ahogy megpróbálja megismerni Brenner János életét, felteszi a kérdést, hogy miért pont vele történik meg mindez, ami megtörténik, mert igazából egy fiatal káplánról van szó, Budapestről nézve mondanám, hogy jelentéktelen hely, de ismerve a nyugati határközösségét lehet, hogy ez mégsem annyira jelentéktelen, és semmi olyat nem tesz, amire azt mondaná az ember, hogy ez valami hatalom ellenes cselekedet, önmagába véve persze papnak lenni az volt akkor. Amikor 2001-ben egy országos tudományos diákkori konferencián egyetemistaként írtam János atya vértanúságáról egy dolgozatot, akkor az egyik bírálóm azt mondta, hogy 57-ben a pártállamnak nem volt érdeke papokat eltenni láb alól. Ez 22 éve volt így, azóta már azért elég sok mindent sikerült feltárni, kikutatni, és talán bebizonyítani, hogy dehogy nem volt érdeke, hiszen 56 után a Kádár rendszer megszilárdulása, az 56-os forradalmat követő megtorlás, az nem csak a forradalmárokat érintette, hanem tulajdonképpen folytatódik a Rákosi diktatúra működésmechanizmusa az egyházakkal szemben, az egyházüldözés, az egészen a 60-as évek közepéig kézzelfoghatóan jelen van, börtönöznek be tömegével papokat, gondoljunk csak 61-re a Fekete Hollók ügyre. Igaz, hogy halálra már nem ítélik őket, mint mondjuk az 50-es években, de papgyilkosságok sora zajlik le 1956 után, 57-58-ban. És valóban Budapestről nézve, de még akár Szombathelyről nézve is, egy 2,5 éve pappá szentelt fiatal káplán ugyan mit ártott, vagy ugyan miért kell őt eltenni láb alól. De ha picit mélyebben belemegyünk ebbe, és látjuk az egyházakhoz való viszonyt, illetve magát a Kádár rendszer kiépülését, ami teljes folytonossága a Rákosi diktatúrának, akkor igazándiból itt megfélemlítésről van szó, példastatuálásról van szó. Arról van szó, hogy az, aki nem tagozódik be, nem lesz a pártállam támogatója, azzal szemben fel kell lépni. És ezt nem Budapesten, a pártközpontban, az állami egyházügyi hivatalban, vagy a belügyminisztériumban döntötték el, hogy Brenner Jánost meg kell ölni, hanem helyben a megyei apparátus, a megyei egyházügyekért felelős, elsősorban politikai rendőrség, a belügyminisztérium munkatársai érezték azt, hogy olyan erős a hitélet, olyan erős János atyának a hatása, és nem csak neki, hiszen plébánosa Kozma Ferenc egy rendkívül művelt, nagyon sokrétű és jó lelki pásztor volt, de nagyon sok ilyen van, nem csak a Szombathelyi Egyházmegyében, hanem az ország számos területén, és nem véletlen, hogy furcsa gyilkosságokra, furcsa balesetekre kerül sor, gondoljunk csak debreceni Sixtusra, aki ciszterszerzetes volt, Egerben véletlenül egy szovjet katonai teherautó előtti, vagy Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánost, akit a Tiszába dobnak, és pár hónap után a holtteste előkerül. Vagy ott van Kovács Ferenc, aki egy titkos pálos szerzetes volt, annyira megverik, hogy a verések utáni betegségek eluralkodnak rajta, és meghal. Vagy Ács
Ferenc Pálos szerzett, és számos vagy Szekuli Pál, hogy csak így hirtelen 5-6 esetet dobok be neked, és még nagyon sok ilyen van. Tehát, hogy mutatja azt, hogy a brutalitás, az egyházakkal szembeni kemény fellépés, az természetes velejárója volt a diktatúrának. És az egyházi személyek pedig megtapasztalták azt, hogy, és ez nem csak a Rákosi korszakra, hanem a Kádár rendszer első évtizedére is igaz, hogy ők ellenségek. A pártállam úgy tekint rájuk, hogy el kell taposni, meg kell félemlíteni őket. És Brenner János tulajdonképpen egy tiszta, egy jó lelki pásztor, egy vonzó, az egyház számára egy olyan, akit nagyon sokan követnek miatta, illetve rajta keresztül járnak templomba, és fontos számukra a hit és az egyház. És ő nem egyedi, nagyon sok ilyen van, de az ő hozzáállása, az ő vértanúsága viszont azért egyedi, mert amikor beteghez hívják, akkor mondhatja azt egy pap éjjel egy órakor, hogy hát majd kimegyek reggel. Ő meg azt mondja, hogy megyek. És amikor megpróbálják eltéríteni, megpróbálják megtámadni, akkor pedig nem szalad el, nem menekül el, tudja azt, hogy neki az a hivatása, az a küldetése, hogy Krisztust, az oltári szentséget a haldoklóhoz elvigye, hogy őt segítse, neki erőt adjon, és papként ez a magatartás jellemzi. De amire utaltál, egy polgári családból származik, az édesapja hivatalnok, amit nyilván az 50-es években, miután templomba jár, vallásos nem folytathat, vagy retorziókkal, és igen, mind a három fiú pap lesz, László ciszterszerzetes, és ő még tehet örök fogadalmat, és bár a rendet 1950-ben a többi szerzetes rendel együtt a pártállam nem engedi működni, de ő tovább éli ciszterszerzetesi hivatását. József atya, aki hála jó Istennek még ma is él, és aktív papként van jelen. Most tett tanúságot Ferenc pápa előtt a Szent István Bazilikában. Így van, ez egyik legmegrendítőbb volt, ahogy a testvéréről, a saját életéről beszélt, tehát, hogy mind a három pap lesz, és nyilván a pártállam helyi szinten azért nem teljesen boldog attól, hogy vannak olyan családok, ahonnan a fiúk, mind a három a papi hivatástól lesz. Tehát sok-sok minden van, ami összejátszik abban, hogy János atya úgymond a pártállam szempontjából kiválasztott lesz, és megpróbálják őt először elhelyeztetni Rábaketthelyről, megpróbálják őt megfélemlíteni, több atrocitás is éri, és amikor látható, hogy nem lehet vele szót érteni, akkor pedig a lehető legbrutálisabban lépnek föl vele a politikai rendőrség emberei. Ugye nem sokkal a gyilkosság előtt van már egy mondhatni gyilkossági kísérlet ellene, hiszen farönköket helyeznek az úton, ő motorral közlekedik, ez Legyetek szeretettel című sorozatból is egy nagyon kijön, hogy a motoroknak a nagy szerelmese, és egy olyan papra rajzolódik ki előttünk, aki egy ilyen, a kornak ilyen nagyon elnézési kifejezés, egy laza embere volt, és egy nagyon szerethető pap karakter volt. Egyszerre volt pap, és egyszerre volt egy 25 éves fiatal ember, mind a kettő meg volt benne. Mit tudunk erről az esetről? Tehát ez még nem a gyilkosság, hanem annyi történik, hogy ő farönköket helyez valaki az útra, és ő kikerüli motorra, és tulajdonképpen megúsz egy, hát egy mondhatni gyilkossági kísérletet. Ha már megemlíted, akkor mindenképpen szeretnék kitérni Szilágyi Andor forgatókönyvíró rendező film sorozatára, játékfilm sorozatára Legyetek szeretettel, amely a 2023-ban került bemutatásra, és hihetetlenül jó, hogy a játékfilm eszközeivel valós helyszíneken forgatott, valós neveket hozó, valós történeteket bemutató, ábrázoló film készülhetett Brenner Jánosról, illetve a korról. Tudjuk azt, hogy János atyát többször megpróbálják elmozdítani, illetve megfélemlíteni. Ugye
1955-ben szentelik őt pappá, és püspöke Kovács Sándor Rábakethelyre, Szentgotthárd melletti, akkor még kisfalu, ma már Szentgotthárd része, küldi őt káplánnak. Tudja azt, hogy a határsávba kell menni, ugye ez a nyugati határmenti terület, ahova nem lehet csak úgy belépni, ehhez külön engedély kell, az ott élők sem fogadhatnak bárkit, ha valaki látogatóban érkezik hozzájuk, akkor ehhez előzetesen be kell ezt jelenteni és jóváhagyni a különböző pártállami szerveknek. Tehát egy frekventált, illetve ellenőrzött terület, ahol ő él, valóban motorkerékpárral közlekedik, nem rögtön, hanem egy ismerősétől valamikor 56 magasságába veszi meg. Ugye ez érdekes, mert abban az időben gyalog kerékpáron vagy tömegközlekedéssel jártak még a papok is, 5 falut látnak el, tehát egy viszonylag nagy területen szolgálnak. De János atya egy ízig vérig életre való fiatalember, nagyon mély lelkiségű, ez a ciszter szerzetesi elköteleződése vagy iránya, amifelé ő elindult, és aztán nem tehetett örök fogadalmat, mert már a lehetőségei ennek nem voltak meg, de egy nagyon mély lelki ember. Ha a prédikációit, a leveleit olvassuk, akkor kirajzolódik belőle, hogy a teológia, az a közeg, amiben ő felnőtt, akár az egyházi középiskola, akár az a ciszter időszak, az oblátus, illetve a noviciátus időszak, illetve szombathelyi, majd a győri szemináriumban eltöltött idő, az nagyon sok muníciót adott, nyilván az otthonról hozottakkal együtt. És aztán plébános a Kozma Ferenc, aki a két világháború között Franciaországban volt az ottani magyarok lelkipásztora, majd 45 után Szombathelyi Egyházmegyébe tért vissza, és itt lett Rábakethelyen plébános, egy nagyon művelt, nagyon tájékozott, és kettejük nagyon jól megtalálták a hangot, nagyon jól együtt tudtak dolgozni. De ezt felismeri az Állami Egyházügyi Hivatal helyi, azaz Szombathelyi Vasmegyei megbizotja, Prazsák Mihály, és megpróbálja őt Kovács Sándor püspökkel elhelyeztetni. Kovács Sándor beszél... Ez még a merénylet előtt? Ez még a merénylet előtt, igen, és Kovács Sándor beszél János atyával, aki pedig azt mondja, hogy ő tulajdonképpen ide szól az ő hivatása, ide szól az ő küldetése, ő szívesen marad itt és végzi a lelkipásztori munkát. Tudjuk azt, hogy amikor mentek, a legmesszebb Rábakethelytől Farkasfa település volt 8-10 kilométer, amit az erdőn keresztül tudtak megközelíteni, vagy autóbusszal, és többször nem engedik autóbuszra szállni a plébánost. János atya kerékpárt, majd később motorkerékpárt használ, és valóban többször megpróbálják őt megfélemlíteni, és ez az 50-es éveknek a világa. Azért itt nem csak János atyáról van szó, hanem akkor teljesen idézőjelben természetes volt, hogy a pártállam, és főleg a helyi erős emberei, tehát a párt, a rendőrség, a politikai rendőrség, a belügyminisztérium, de még az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai is, sokszor erővel léptek föl. És ez a farönköket dobáltak a motorkerékpár elé, hogy balesetet szenvedjen, ez egy nagyon egyértelmű és figyelmeztető jel volt. Ő persze ezt kikerülte, és elég lazán vette, nem ijedt meg, nem félt. De azért, ha belegondolunk, akkor mindenkiben ott van a félelem az 50-es években, és nem csak az, hogy az életemre törhetnek, hanem jöhet a fekete autó, bebörtönözhetnek, internálhatnak, tehát ennek a kornak ez sajnos a velejárója volt. Kovács Sándor püspök titkára, Varjas Győző atya. Ő egy beépített ember abból a szempontból, hogy ő jelent az államvédelmi hatóságoknak. Van-e szerepe szerinted Varjas Győző atyának, vagy felelőssége, inkább így kérdezem, Brenner János halálában? Felelőssége kézzelfogható, effektív, nehezen bizonyítható.
Az biztos, hogy informálta a belügyi szerveket, a politikai rendőrség munkatársait. Az ő úgynevezett ügynök dossziéi nincsenek meg, de nagyon-nagyon sok jelentése különböző más operatív dossziékban fennmaradt. Ugye Kovács Sándor 1944 és 72 között volt a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, őt mindvégig a politikai rendőrség megfigyeli, és például ezekben a dossziékban, amely az ő megfigyelésére irányul, találhatunk Jóska Fedő nevű jelentéseket Varjas Győzőtől. A püspök atya tudta egyébként szerinted, hogy a saját bizalmasa, a saját titkára tulajdonképpen elárulja? Szerintem azzal biztos, hogy tisztában volt, hogy körülötte vannak hálózati emberek, hogy ezt sejtette, vagy tudta-e Varjas Győzőről, ezt nem biztosan lehet állítani. 56 olyan értelemben egy meghatározó pont, hogy az 50-es években vezető pozícióba, tehát püspöki helynök vagy irodaigazgató pozícióba helyezett békepapokat, a rendszerrel együttműködőket a forradalom alatt a legtöbb főpásztor elmozdítja. Így tesz Kovács Sándor is, és 56 után vannak, akik revansot akarnak, vissza akarnak térni, vagy más pozícióba kerülnek. Én azt mondom, hogy ezek a történetek egyesével vizsgálandók, és nyilván Varjas Győző sem önszántából önként jelentkezett, hanem vagy valamivel zsarolták, vagy valamivel pressziót helyeztek rá, de az biztos, hogy belső dolgokról informálta a politikai rendőrség munkatársait. De ez egy brutális ellentét, hogy az egyik embert megöli a hatalom azért, mert pap, a másik pedig gyakorlatilag elárulja az egyházát, és ha zsarolják, ha nem, de ez attól még tény. Ez a skála két szélének tűnik. És ráadásul ezek az emberek, akik ugye az ügynökakták az egy külön beszélgetés megérne, de ezek az emberek, ezek ugye a rendszerváltás után is még éltek, vagy élhettek, tulajdonképpen még Brenner János most is élhetne. Mi lett a sorsuk ezeknek a papoknak, akikről később kiderülhetett, hogyha esetleg akkor még nem tudták a rendszerváltás előtt, hogy a saját egyházuk ellen dolgozott? Hogyan a többi paptárs, ugye ezt most egyháztörténészként is kérdezem tőled, hogyan viszonyult azokhoz a paptársakhoz, akik nem feltétlenül az egyházat szolgálták ezekben az időkben, vagy nem csak az egyházat? Hát ez valóban egy külön beszélgetés témája, és tényleg meg is érne egy külön beszélgetés, de röviden azért a legtöbb együttműködőről a környezete nem tudta, hogy ő beépít. Ugye más a békepap, aki egy egyértelműen kiáll a pártállam mellett, belép a békepapi mozgalomba, és azt mondja, hogy hát ez az út. Persze vannak, akik azt mondják, hogy hát ők csak színleg, meg névleg, de hát mégiscsak elköteleződnek. Egy más minőség az, aki az AVO-nak, az AVH-nak, a belügynek, a politikai rendőrségnek jelent. Találkozik a tartótisztjével rendszeresen, és még lehet, hogy nem is írja le. Csak beszélgetnek, de ezáltal már információkat adnak. Hogy ez most az egyház elárulása vagy sem, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A kiinduló pont az, hogy az egyházakat a Rákosi rendszer ellenségnek tekinti, és meg akarja semmisíteni. Annyiban változik ez majd 56 után, hogy a Kádár rendszer ugyanúgy brutálisan lép fel az egyházakkal szemben, de felismeri azt, hogy szüksége van az egyházakra. Elsősorban a nemzetközi elfogadtatás, az 56 utáni megtorlással szembeni társadalmi feszültségek, illetve a nemzetközi nyomás miatt kiegyezik Kádár az egyházakkal, olyan vezetők kerülnek pozícióba, akik támogatják, vagy legalábbis lojálisak a pártállamhoz, de ez alsóbb szintekre is leszivárog. Nyilvánvalóan magas pozícióba a pártállam jóváhagyása nélkül egyházi személy nem igen kerülhetett, hiszen már városi plébános pozícióhoz is az egyházügyi hivatal hozzájárulása kellett. Na most nem volt mindenkire belekényszerítve abba, hogy hálózati személy legyen, de valami fajta lojalitás mindenképpen kellett. És ebben nagyon sokan áldozatok lettek, nagyon sokan belekényszerültek ebbe az együttműködésbe, de azt gondolom,
hogy a pártállam volt az, amelyik az első lépést megtette, hiszen ő az egyházakkal szemben ellenséges módon lépett föl, nagyon-nagyon sokakat bebörtönöztek, internáltak, pressziót helyeztek rájuk, és az egyházi személyek közül voltak, akik az üldöztetést, a börtönt, az internálást vállalták, de voltak olyanok, akik vagy a karakterük miatt, vagy mert úgy gondolták, hogy más utak járhatók, valamilyen módon megalkuttak, együttműködtek. De hát azon a rendszerrel alkudnak meg, amelynek a tagjai megölik a paptestvérüket. Ez így van, de ugye amikor az ember egy kiépülő vagy működő diktatúrában van, akkor nem minden információ jut el hozzá. Könnyű nekünk 2023-ból visszatekinteni. Térjünk rá magára a büntetnek az éjszakájára. Ugye éjszaka Kócán Tibor, aki korábbi minisztránsa Brenner Jánosnak, és egy olyan ember, aki számomra is lehet, hogy túlzásba is kapok, bocsánat, de egy kicsit ilyen kis piti bűnöző, elnézést, hogy így fogalmazok, sok ilyen kis apró ügye volt már korábban is, bekopog azzal, hogy az ő nagybátyja súlyosan beteg. Mit tudunk Brenner János és Kócán Tibor kapcsolatáról? Ez mennyire volt egy bizalmi kapcsolat? Egyáltalán volt-e Kócán Tibornak nagybátyja, akiről tudhatott-e Brenner János arról, hogy Kócán Tibornak van egy nagybátyja, vagy ez már gyanús lehetett neki, hogy éjszaka bekapok hozzá Rábakethelyi plébániára, ugye azt is tudjuk, hogy a plébános nincs otthon ezen az éjszakán. Egy jól előkészített és sok szempontból megszervezett gyilkosságról van szó, de azért mindig csúsznak hibák a rendszerbe. Kócán Tibor járt minisztrálni 50-es évek közepén. Kozma Ferencet biztos, hogy személyesen ismerte, és valószínűleg János atyával is volt kapcsolata. Az, hogy a nagybátyja beteg és haldoklik, ez egy valós információ. De azt gondolom, hogy ha nem is lenne valós, ismerve a papok működését, hozzáállását, ha valakit éjszaka beteghez hívnak, szerintem a papok nagy többsége ma is veszi az oltári szentséget és elindul. Lehet, hogy megvárja a reggel, de az 50-es években elindult. És János atya is hivatástudattal élt, és fontos volt neki, hogy a haldokló az még megkapja a lehetőséget, hogy ha tud, akkor gyónjon és áldozzon, hogy megkapja a betegek szentségét, és ez megerősítse őt. Tehát ő ezzel a tudattal indul el. Ugye, bocsánat, azt tudjuk, hogy Kócán Tibor mit tudott egyébként ebben, itt a történet elején? Itt szerintem őt élve a szavaiddal egy piti bűnöző bepaliszták, az volt az ő működése, hogy felbérelték, megbízták azzal, hogy hívja ki János atyát. Az, hogy mi a további folyamat, abban szerintem ő nem volt beavatva, de sodródott az eseményekkel, és nyilvánvalóan látta, és belekerült abba, ami aztán történt. Mindenképpen érdekes, hogy ugye abban az időszakban volt egy úgynevezett betegellátó könyv, ahova beírták, hogy hova ment a pap, nyilván ezek adminisztratív, a szentségellátásnak a folyamatát dokumentálva, ezt majd később a politikai nyomozó rendőrök a plébániát, mikor megszállják és nyomokat keresnek, akkor ezt az adatot kitépik abból a kötetből. Tehát van ilyen értelemben egyértelmű információnk arra, hogy ez egy valós történet, hogy betegellátás ürügyén János atyát kívják, aki pedig elindul, miután felöltözött, magához vette az oltári szentséget, Rábakethelyről Zsidára, Kócán Tiborra, ketten így van, ketten indulnak el az éjszakában. Ezt követően pedig van egy kamu igazoltatás, megérkezik az erdőbe. Ugye a hatásában vagyunk, az igazoltatás, mint olyan, az nem egy olyan dolog, amilyen teljesen váratlanul éri az embert, mert mindenkit igazoltatok a hatásában. Ki az, aki az igazoltatást végzi? A rendőrség állott az erdőben, és Brenner János atyát az éjszaka kellős közepén igazoltatják? Igen, az pontosan nem lehet rekonstruálni, hogy ki igazoltatta. Vélelmezhetően a határőrök
minden gyanús mozgást kell, hogy ellenőrizzenek és igazoltassák az illetőt, illetve lehet egy olyan olvasata is ennek, hogy megpróbálják hivatalos eljárás keretében elvenni az okmányait, és ha nincsenek papírok, utána egy holttestet sokkal könnyebb eltüntetni, hogy nincsen az adott illetőnél dokumentum, tehát hogyha előkerülne később a holttest, akkor ez könnyű, de igazándiból nem lehet pontosan azt tudni, hogy mi a pontos menetrend, az biztos, hogy megpróbálják őt hivatalos hatósági emberek igazoltatni, ez biztos. Ez azért fontos, mert a személyigazolványát később ugye egészen máshol találják meg. Tehát itt a rendőrök ezek szerint az igazoltatásnál elveszik Brenner Jánosnak a személyigazolványát. De ekkor még maga a büntet nem alakul ki. Engedik tovább menni, igazoltatják, elveszik valamiért a személyigazolványát, és Brenner János tovább megy a személyigazolványa nélkül az erdőben? Igen, hát tulajdonképpen ez már ott a zsida határában történik. Ugye ő pontos címet tudja, hogy hol a beteg, és ez mozgatja őt, de ebben a helyzetben nem elmenekül, hanem megy a beteg felé, és tulajdonképpen miután az igazoltatás, vagy ez az akció ilyen értelemben lezajlik, akkor ezt követően éri őt a támadás. Ugye nagyon-nagyon sok mindent rekonstruálni tudunk csak, hiszen pontos nyomozati leírása, hogy mi történt ezen az éjszakán, nincsen. Vannak nyomozati iratok, vannak tanúkihallgatások, van helyszíni szemle, és nagyon sok mindenkivel beszéltünk. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy brutális támadás ér valakit, akkor nagyon-nagyon nehéz hitelt érdemlően és pontosan minden kockát a helyére tenni. A rendelkezésünkre álló dokumentumok pedig a pártállam időszakában születtek. Tehát amikor ugye egy elindult a nyomozás, akkor azok a személyek kezdtek el majd nyomozni, akiknek tevékeny szerepe volt János atya meggyilkolásában. Tehát őket bizonyos koncepció és az ügynek valamilyen módon történő bemutatása motiválta. Tudjuk-e, hogy hogyan történik ez az egész esemény? Körbeállják? Ugye én úgy olvastam a nyomozati anyagokban, hogy egyrészt hátulról is megpróbálják őt megtámadni, meg szemből is. Hányan vannak egyáltalán az elkövetők? Tehát az igazolást követően mi történik? Azt mindenképpen a bírósági jegyzőkönyvekből és a nyomozati anyagokból egyértelműen lehet rekonstruálni, és ebben Káller Frigyes jogtörténésznek komoly érdemei vannak, hogy eleve kettő kés szúrás, tehát két különböző késsel szúrják meg Jánosat. Legalább kettő elkövető kell, hogy legyen. Innentől kezdve logikus, hogy az ember nem a jobb és a bal kezében tartja a kést és szúrkál, hanem legalább kettő embernek kell lenni minimum, az egy más történet, hogy mind az első, mind a második eljárásban egy-egy embert ítélnek el. Aztán azt is lehet tudni, hogy találnak női hajszálat János atya kezében, női cipő saroknyomot a holttest körül, vélelmezhetően megpróbálják őt lefogni, megpróbálják őt áthúzni egy sövényen, tehát ez nem egy magányos elkövető, hanem több ember összefogott, szervezett akciója. Az egy külön egyértelmű, hogy van, aki azzal a zseblámpával, egy rúd zseblámpával, amit visz magával, fejbeveri, és egyértelmű ma már bizonyítható, bár ez a nyomozati iratokból is Káller professzor úr feltételezte, de akkor vált ez egyértelművé, amikor 2018. februárjában a boldoggáavatás előtt megnyitották János atya sírját, és a földi maradványokat egy szakértő bizottság, orvosi bizottság szemrevételezte, és a csontok vizsgálatánál megállapították, hogy a nyaki porc
csontja, az eltörött. Tehát ez egy olyan csont, amit folytogatással nem, hanem rálépéssel lehet eltörni. Tehát vélelmezhetően valaki rálépett a nyakára, miután a 32 készszúrás, amit kapott, nem vezetett célba. Tehát nem... Ő megpróbál elszaladni, és azt mondja, hogy Istenem, segíts. Hát ott már szerintem nagyon szaladás nincs. Amikor először megtámadják, ott próbál menni. Felveszi a kesztyűt. Igen, de amikor, tehát hogyha ha belegondolunk abba, tehát a ugye december van, december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, még ha nincs is olyan nagyon nagy hideg, de hát egy pap a civil ruhájára fölvette a reverendát, fölvette a téli kabátot, és miután az oltári szentséget vitte magával, egy karinget, egy stólát vett magára. Tehát azért a karing, téli kabát, reverenda és a civil ruha azért az egy több rétegű ruházat, és még ezen keresztül is érik őt készszúrások. Vélelmezhetően, ahogy áthúzzák a sövényen, a ruha valamennyire fölcsúszik, és lehet, hogy többször éri őt szúrás, nem egy sorozatban nyomják le ezt a 32-t, hanem időeltolódással. Többször fejbe verik. Vélelmezhetően a rúdelemlámpával és valami bottal is. Tehát a helyszíni szemlén Hantos László, aki orvos és körzeti orvos a környéken, és őt rendelik ki először. Az ő elmondásaiból és dokumentumaiból tudjuk, hogy a fején is brutális ütésnyomok vannak, a testén is szúrástól származó nyomok, tehát ez mind-mind összeadódik, de ezekben nem hal bele János atya, tehát hogy haláltusáját vívja, és igazándiból, ahogy rálépnek a torkára, valószínűleg így fullad meg, és lesz, veszti életét. Mindvégig nála van az oltári szentség, ugye, amit a mellkasán, abban a burzában, amiben az oltári szentséget a papok viszik, volt nála, és az volt fontos, az egyik kezével próbálta védeni az oltári szentséget, hogy annak ne legyen bántódása. Tehát azért azt is látni kell, hogy miközben az életére törnek, miközben többen rátámadnak, a halálának a folyamatában ott van az, hogy ő papként az oltári szentséget védi. És igazándiból az ő vértanúsága, az ő áldozata, az ő mártíriuma egy hosszú folyamat, többször éri őt megpróbáltatás. De a döntő pillanatban, amikor életére törnek, akkor is sokkal fontosabb neki, hogy Krisztus testét védje, ahogy Tarzicius története a harmadik században hasonló módon ment végbe, és fiatal iskolás diákként előadta az osztály ezt a Tarzicius történetet, és ő volt a főszereplő Tarzicius, tehát valami fajta előképe ennek a vértanúságnak az ő életében más formában már megjelent, de egy nagyon-nagyon egyértelmű elköteleződés, egyértelmű papi magatartás az, hogy ha engem hívnak, akkor megyek, ha van egy haldokló, akkor ő rajta segítek, ha megtámadnak, az életemre törnek, és nálam van az oltári szentség, akkor ezt védem. Tehát ezt a magatartás formát, ezt az életutat élte meg, járta be Brenner János. Ugye, ha jól tudom, az oltári szentséget a plébános, hogyha másnap vissza tudja vinni a Rábakethelyi plébániára, illetve a templomba. És a elkövetők megijednek, mert a kutyaugatást hallanak a közelben, a közeli házban, egy kútba akarják talán bedobni Brenner Jánosnak a nagy kérdési holttestét, vagy a haláltusáját vívó Brenner János holttestét. Ha jól tudom, akkor nagyon későn érkezik az első rendőr, egyáltalán tudjuk, hogy ki értesíti a rendőrséget, illetve mit csinál az a rendőr, mert kívülről nézve úgy tűnik, mintha inkább bűnjeleket akarna eltörölni, mint sem, hogy a nyomozás segíteni, és egy újabb kérdés megnyitok itt, hogy ezt vajon szándékosan csinálja a rendőr? Ugye december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, ez egy szombatról vasárnapra virradó éjszaka. Másnap vasárnap Rábakethelyen mondott volna misét János atya,
nem jelenik meg a templomban. A házvezetőnő már reggel ott van a plébánián, de azt gondolja, hogy János atya már átment a templomba, tehát nem is keresi. És amikor a minisztráns fiú jön, hogy hol van János atya, akkor kezdik el keresni, és aztán jön a hír a pár kilométerre lévő zsidáról, hogy holtan ott fekszik. Ugye az emberek ez vasárnap reggel 7 óra. Hát egy hat, igen, az éjszaka pár órája eltelik. Most az emberek, amikor híre jön, akkor nyilván oda mennek. Addigra Szentgotthárdról, ahol egy ugye Szentgotthárd akkor nagyközség, egy rendőrségi kirendeltség van ott, nyilván az ügyeletes tiszt kijön, megnézi, hogy egy halottról van szó, elsősorban, vagy először lehet, hogy rá se jön, vagy föl se tűnik neki, hogy papról van szó. Tehát ez bocsánat, vasárnap reggelig nem jön ki rendőr? Nem, ott eltelik pár óra, és akkor kijön, kihívják a doktort, aki fölméri a terepet. Ezek még nem a politikai rendőrség munkatársai, hanem a helyi rendőrkapitányság, illetve a helyi körzeti orvos. Majd befut ugye Szombathely a központ, a központba az információ, hogy mi történt, és akkor indul meg, akkor vasárnap délutánra érkeznek meg talán az első komolyabb rendőrségi emberek. Addig valóban az időjárás is megnehezíti a későbbi rekonstruálást, ónos esőhavazás zajlik le éppen, illetve hát nem történik egy nagyon gyors és szakszerű reagálás. Vélelmezhetően, miután ez egy több ember által tudatosan felépített, kitervelt és megvalósított gyilkosság, amelyben a politikai rendőrség munkatársainak elég jelentős szerepe van, nem akarták ők ezt elsietni. Jó az, hogyha a nyomok picit sérülnek, eltűnnek, illetve azért történtek, tehát nem ismerünk, nem tudunk előre leírt forgatókönyvet, hogy hogy akarták eltenni lábalól, nem tudjuk, hogy volt-e ilyen, vagy nem volt. Az biztos, hogy a tervekben több hiba csúszott, hiszen ha nincs hiba, akkor valószínűleg nem maradt volna meg János atya holtteste, dökkútba dobják, vagy eltüntetik, illetve azok a zavaró körülmények, amelyek felmerülnek, aki kihívta Kócán Tibor, véres ruhával ment haza, beszélt az anyjának arról. Az igaz, hogy az anyját éppen ezért egy répa kapálás közben agyon lőtték? Így van, ezt dokumentálni is tudjuk. A győri katonai ügyészség iratai között megtaláltam annak a kiskatonának a peranyagát, bírósági peranyagát, aki a felettese kutyájának akart egy madarat, egy verebet lőni, és hát véletlenül a mamát lőtte le. Nekik ott volt a haterőr laktanya közelében valami földjük, a mama ott kapált. Tehát ő többször ment, beszélt, hogy a gyerek véres ruhával ment haza. Tehát valószínűleg Kócán Tibor elmondott sok mindent az édesanyjának a gyilkosságra, ezért neki meg kellett halnia. A mamát eltették lábbalól, igen. Tehát ennek a gyilkosságnak az is egy érdekes szála, hogy Brenner János vértanúsága mellett még másik 3-4 embert kell eltennie vélelmezhetően a politikai rendőrségnek, akik tudtak róla, elkezdtek beszélni, vagy a maga a gyilkosság traumája úgy hatott rájuk, hogy nem tudták földolgozni. Akár alkoholba menekültek és részegen beszéltek, akár valami betegség bekerültek kórházba, és ott beszéltek, tehát hogy a gyilkosság, az emberi élet kioltása, az dolgozott bennük, és igazándiból emiatt több embernek még el kellett hunnia, hogy a szájukat így mondom befogják. Megalapozottan igaznak tekintetőek azok a állítások, amelyek szerint a gyilkos meggyónt Kozma Ferenc plébánosnál. Mert van egy ilyen teória is, hogy Kozma Ferenc plébános tudta, hogy ki a gyilkos, de miután gyónási titokról volt szó, ezért nem mondta el. Valóban van egy ilyen szála is a történetnek, ugye ezt nagyon nehéz igazolni. Kozma atya később lehet, hogy papoknak mondta, hogy ő sokkal többet tud, de nem beszélhet. Az biztos, hogy őt
a házvezetőnőt, Tauszer Amáliát, illetve a két testvért, bátyját Jánosnak, Lászlót, illetve öcsét Józsefet többször kihallgatták. Kozma Ferencet vélelmezhetően a kihallgatások során akár fizikai atrocitás is érhette. Ő pár évvel a gyilkosság után agyvérzést kapott, elhelyezték rába kett helyről, és nagyon sokáig eléggé sok megpróbáltatás közepette élte az életét papként, de nagyon nehezen tudott beszélni, mozogni. Hihetetlen módon megviselte őt János atya vértanúsága, halála, meggyilkolása, de az ott élőket is. És nem csak az, hogy megöltek egy papot, nem csak az, hogy rágalmakat, valótlanságokat állítottak, vagy próbáltak terjeszteni róla, hanem még hosszú évtizedekig nem is beszélhettek róla. Tehát ezek mind-mind olyan traumák, amelyek rátelepedtek, és mind a mai napig, vagy még a 90-es, 2000-es évekig is én magam saját fülemmel hallottam, amikor valakivel beszéltünk, hogy nem merek beszélni, nem merek róla elmondani dolgokat, félek attól, hogy ennek következménye lesz. Szóval azért így élni 3-4 évtizedet, 30-40 évet, azért ez egy óriási nyomást helyez arra az adott emberre, és Kozma Ferenc is vélelmezhetően, meg nagyon sokan sokkal többet tudtak, mint amit elmertek mondani. Én azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy megfélemlítési szándékkal egy szervezett, vélelmezhetően a karhatalom, helyi ilyen karhatalmista katonai egységek, rendőri személyekkel, illetve a párt helyi, akik ott a helyi kaszagyárba dolgoztak, ők maguk felvértezve ezt egyfajta akciónak, mulatságnak, ügynek tekintették, hogy mindent megtehetnek, és egy papot is el lehet tenni lábalon. Ugye Tóka Ferencet vádolják meg először a gyilkossággal, leegyszerűsítve a történetet, Szombathelyen kétszer halálra ítélik, Budapesten pedig kétszer vagy felmentik, vagy perújítást kérnek, de leegyszerűsítve ez a történet. Ezek szerint az állami szervek a kezdetektől tudhatják Szombathelyen és környékén, hogy nem Tóka Ferenc a gyilkos, és tulajdonképpen egy kirakat per áldozata ő. Az ő testvére ugye egy pap, és az az állítás, hogy annyira nem akarta, hogy Brenner Jánosnak tulajdonított az, hogy a testvére elmegy papnak, és ez bosszulja meg. Hát azért áldozatnak nem nevezném Tóka Ferencet, azért sem, mert neki, illetve a feleségének biztos, hogy aktív szerepe van a gyilkosságban. A felesége a női haj? Igen, én azt gondolom, hogy a női haj az vélelmezhetően, és Császár István atyával többször kísérletet tettünk rá, sőt István atyának sikerült is Tóka Ferenccel, illetve a feleségével a 2000-es évek elején beszélnie. Nyilván rárakódott 40 év, sok minden trauma, megpróbáltatás. Az ő, ugye ő egyedül a nyakába varják az ügyet, és halálra ítéli a bíróság, majd felmentik. Ő viszont tudhatta, hogy többen vettek ebben részt, a balhét ő vitte el. De ő is részt vett, ezek szerint arról van tudomásunk, hogy Tóka Ferenc és felesége valószínűsíthetően ott van a gyilkosságnál. Én biztos vagyok benne, hogy ők ebben részt vettek, és ugye nem véletlen az, hogy a 60-as évek végén egy nagyon jelentős 60 ezer forint értékű kárpótlást, vagy fájdalomdíjat kap Tóka Ferenc. Tehát egy végigmegy az ügye, ügyészség, bíróság vizsgálja, hogy ez az ítélet ez jogszerű volt-e, és őt kártérítik. Nem gondolom azt, hogy az biztos, hogy nem egyedül követte el. Biztos, hogy ebben komoly belügyi, nem tudom, hogy helyi, tehát a politikai rendőrség, megyei munkatársai, illetve a karhatalomtól érkező emberek aktívan segítették. Egy ilyen gyilkosságot, mármint, hogy az a brutalitás, az a sokrétű, tehát hogy le kell, figyelni kell a környéket, meg kell félemlíteni több embert, tehát két kés van, rálép valaki a nyakára, tehát hogy itt sok minden azt mutatja, hogy ezt nem egy magányos elkövető tette. Az biztos, hogy vannak olyanok, akik
ebbe az ügybe belekeverednek, és nem egy összeszokott társaságról van szó, és ennek következtében vannak hibák. Például az, hogy azt akarják, hogy az a Fenyvesi László és felesége Monek Emőkét próbálják belekeverni az ügybe, akik odavalósiak, jóban vannak János atyával, ők már Répcelakon laknak, a sadgyárban Répcelakon dolgozik a férfi, és valóban hazament volna ezen a hétvégén, és azt akarják, hogy János atya szerelmes, vagy volt kapcsolata Monek Emőkével, és ezért akarják azt bemutatni, hogy a férfi ezt megtudja, és szerelemféltésből teszi el János atyát. Tehát ezzel is tulajdonképpen mit akar üzenni a pártállam, vagy a politikai rendőrség? Hogy egy alávaló papról van szó, akinek nője van, és tehát még halálában is megpróbálják őt megalázni. Vagy a Somfalvi Sándorék közelében az ő házuk mellett hal meg János atya. És igazándiból hallanak neszeket az éjszaka folyamán, és a lány, tehát az édesapja, édesanyja kihallgatják Somfalviékat, és a lány, aki szintén fiatal, és kapcsolatban van János atyával, megrágalmazzák, hogy ő hozzájuk akart a lányhoz János atya bemászni. Sőt, még vizsgálatokat is folytatnak, hogy nem történt-e erkölcsi, tehát nemi aktus, vagy valami fajta kapcsolat, de hála jó Istennek ez a hölgy bizonyíthatóan szűz, tiszta. És innentől kezdve ezek megdőlnek. De most azért ezt gondoljuk már végig egy picit, kilépve egyet abból a világból, hogy tulajdonképpen bármit megengedhetett magának a politikai rendőrség, a pártállam. Tehát ha kellett, akkor az volt az ürügy, hogy a plébániáról a pénzt akarták ellopni. Igaz, hogy a pénz ott maradt, és senki el nem vitte. De vérnyomok voltak a bejárati ajtó környékén. Több hölgyet, illetve fiatal házaspárt próbálnak meg erkölcsi kérdéssel rossz színben feltüntetni, meg hát természetesen János atyát. Tehát, hogy azért ez valami hihetetlenül aljas, bestiális, sátáni dolog, és ez nem egy. Ez nem egy kiemelt példa, hanem számos ilyet tudunk a 40-es évek második feléből, 50-es évekből felhozni. Tehát látni kell azt, hogy az egyház elleni gyűlölet, és persze benne van az, hogy az egyház tagjai, a papok, szerzetesek is, hívek is követtek el hibákat, bűnöket. Tehát nem arról van szó, hogy itt mindenki tökéletes volt, na de azért van egy határ, amit nem lehet átlépni. Tehát azért embereket megalázni, emberekkel szemben aljasságokat elkövetni, és kommunikálni, és mondani, ez a kommunista diktatúra sajátossága. Van egy régi dokumentumfilm, a legnagyobb videó megosztott csatornán, ha jól emlékszem, az a neve, hogy a Pogányok idején, amelyben Tóka Ferenc lányát megszólaltatják, aki elmondja, hogy az édesapját hogyan hurcolták, meg érdemes megnézni a téma kedvelőinek. Egyetlen kérdést felejtettem el a nyomozás kapcsán, ki hívta ki a rendőrséget? Hát szerintem, amikor ott a Somfalviék házak közelében rátalálnak, hogy hát a kutyák ugatnak, látják, hogy itt valami történik, reggel, ahogy megébrednek, Somfalviék azok, akik értesítik a Szentgotthárdi. Ők fedezik fel a holtestet. Igen, igen. Az egy külön brutalitás, és hála Istennek az a pajta még megvan, és az a pajta ajtó, amin János atya testét felboncolták. Tehát, hogy egy egyszerű pajta ajtót vesznek le, és teszik rá a holtestet. Tehát, hogy azt is látni kell, hogy az emberi méltóság, és felejtsük el, hogy papról van szó, felejtsük el, hogy egy fiatal 26 éves emberről van szó, hanem az, hogy van egy holtest, amit egy leemelt pajtaajtón boncolnak föl, és hagynak ott mesztelenül pőrén. Tehát a diktatúra az nem csak az emberrel szemben lép fel brutálisan, hanem tulajdonképpen halál és a halál után sem adja meg azt a végtisztességet, ami járna. Gondoljunk csak Nagy Imrére, akit ugye fejjel lefelé egy kátránypapírba és szöges dróttal összetekerve földelnek el kommunista elvbarátai.
Vagy gondoljunk azokra a 301-es, 300-as, 298-as parcellában elföldeltekre, és itt nem csak az 56 utáni, hanem a 45-56 közötti holttestekre, halottakra, emberekre gondolhatunk, akiket álnéven temetnek el, akiket 4-5-6-okat egy-egy sírba. Vagy gondoljunk Sopronkő hidától kezdve azokra a raptemetőkre, amik még mind a mai napig nem nincsenek feltárva, mert nincs erre egyáltalán adatunk, kapacitásunk, hogy tudjuk azt, hogy számos kivégzett, halálra ítélt, vagy meggyilkolt honfitársunknak nincs meg a holtteste, és nem tudjuk megadni nekik a végtisztességet. És ugyanez van János atyánál is, neki persze, hála jó Istennek, a végtisztességet olyan formában megadták, hogy eltemethették. De hát a temetést is megpróbálták titokban tartani, az időponttal variáltak, megpróbálták az oda menő híveket eltántorítani ettől a szándékuktól. És maga az egy egyértelmű jelzés, hogy a holttest, illetve az egész gyilkosságot követő nyomozás, az tulajdonképpen egy külső parádé, annak szól, hogy kell találni egy gyilkost, mert a közhangulat Rábakethelyen és a környéken, Vas megyében olyan, hogy elterjedt, hogy a kommunisták tették el a papot lábalól. És kell találni valakit, akit föl lehet mutatni, és így lesz először Tóka Ferenc az első elítélt, majd miután ő egy bizonyos időt börtönben tölt, kiengedik, kell, hogy megnyugodjanak a kedélyek, és akkor egy tiltott határátlépés ügyében a rendőrség, a politikai rendőrség a belügy hatáskörébe kerül Kócán Tibor. Ez a dokumentum is megvan, hogy ő alkoholos befolyásoltság alatt át akar menni. A nyugati határon elkapják, kihallgatás során kiderül, hogy kötődése van Rábakethelyen, ez lehet, hogy el is mondja, hogy annó részt vett a pap kihívásában, és aztán őt ítélik el. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerteágazó ügy, amelynek az a mondani valója, hogy a legkisebb, legutolsó helyen szolgáló pap is, hívő is, ha hitét gyakorolja, ha komolyan gondolja az életét, és nem hajlandó a pártállammal kapcsolatba kerülni, együttműködni, akkor az ő élete is veszélyben van. Nyilván nem öltek meg mindenkit. De azután, hogy Brenner Jánost és nagyon sokakat, akiket itt a beszélgetés során már említettem, megöltek, vagy elhelyeztek, vagy bebörtönöztek, utána csak elég volt azt mondani egy papnak, hogy úgy akarsz élni, mint a Brenner János. Hát nyilvánvalóan tudták ott a környéken élők, hogy hogyan járt, hogyan végezte, és nagyon sokakat ezzel meg lehetett félemlíteni. Mit tudunk Prassák Mihály későbbi sorsáról? Ugye ő volt a bajszos püspök, aki az állami egyházügyi hivatal részéről nyomás alá próbálta helyezni a szombathelyi megyés püspököt, és akinek megkerülhetetlen felelőssége van Brenner János halálában. Ő Vas megyében volt az egyházakat ellenőrző felügyelő állami egyházügyi hivatalnak a munkatársa, majd aztán szolgált ő Veszprém megyében is. Hát ő az első időszak, tehát brutálisabb, keményebb fellépők közé tartozott. Azt mindenképpen tudni kell, hogy az 50-es évek elején a határőrség beszervezte őt nem ügynöknek, hanem rezidensnek, tehát ilyen hírszerző kapcsolatnak. Tehát, de magában vélelmezhetően ő inkább az adminisztrációban, ő próbálta meg elhelyeztetni Brenner Jánost Kovács Sándornál, effektíve vélelmezhetően a gyilkosságban közvetlenül nem vett részt, de később a nyomozásban, illetve Brenner Jánossal kapcsolatos hírek a tisztelet terjedésénél elég aktívan föllépett. Brenner József nemrég úgy fogalmazott, illetve hát úgy nemrég, hogy ez bőven a rendszerváltás után a boldogálvatás környékén. Felolvasom, a nyugat.hu-nak adott egy interjút, ugye a paptestvérről van szó. A 90-es években, ahogy te is említetted, Kállert Frigyes szakértő nyomozta ki, hogy valójában mi is történhetett. Személyneveket is tudunk, de aki nincs elítélve, azt nem lehet megnevezni, mert az rágalmazás. Na most az eddig lévő beszélgetésből ugye az derül ki, hogy ugye két emberre volt elítélve. Egyrészt Tóka, másrészt pedig Kószán. Brenner József azt sejteti, Brenner József atya, hogy olyanok vannak még szabadlábon, vagy voltak szabadlábon, akik a gyilkosságnak az elkövetői. Nyilván
eltelt 66 év a gyilkosság után, tehát azok, akik aktívan 1957-ben a gyilkosságban tevékenyen részt vettek, nagy valószínűséggel ők már nem élnek. De gondoljunk arra a két emberre, Klamerusz Bélára és Illés Lászlóra, akik a politikai rendőrség, a belügyminisztérium Vas megyei politikai nyomozó osztályán tevékenykedtek, effektíve részt vettek a nyomozásba, tartótisztjei voltak hálózati személyeknek, ők szerintem egyértelműen kimondható, hogy részt vettek. Ott is voltak, vagy csak kitervelték? Szerintem ők ott voltak. Tehát azt jelenti, hogy már legalább 4 emberről tudunk, sőt, 5 hiszen túl a Ferenc feleségét is. Igen, és biztos, hogy a belügy, a politikai rendőrség részéről még voltak ott többen. Lehet, hogy effektíven nem az volt a feladata, hogy egyik szúrjon, a másik rálépjen János atya nyakára, hanem a helyszínt biztosítani, embereket odavinni, valakit rávírni arra, mint Kócán Tibort, hogy hívja ki János atyát. Tehát, hogy ez egy sokkal több, nem nagyon sok, mert nyilván, ha minél több ember tud egy gyilkosságról, vagy egy ügyről, akkor abban sokkal több a kockázat. De én azt gondolom, hogy 5-6-7 fő nagyjából az, akik effektíven ebbe tevékenyen részt vettek, ebbe nyilván a Kócán Tibor, aki kihívta Tóka Ferenc és a felesége is biztos, hogy effektíve valamilyen módon szerepet vállalt, de az érdemi munkát a belügyben jártas és aktív emberek vitték. Jó lenne valami pozitívabb befejezni, mert azért ez egy nyomasztó beszélgetés, mindketten érezzük, lehet, hogy még neked is a két évtizedek óta benne vagy ebben a témában. Ugye Brenner János tisztelete, ahogy a legelején is elmondtuk, folyamatosan ível felfelé, nem felejtik el Rábakethelyen, nem felejtik el Vas megyében sem, és utána a rendszerváltás követően valahogy az egész ország rátalál, ennek a kicsúcsosodása a 2018-as boldogálvatása. A mai magyar ember, akár hívő, akár nem hívő fejében, hogyan él Brenner János emlékezete, és úgy is kérdezhetném, hogy mit tanulhatunk Brenner Jánostól, mert én azt hiszem, hogy egy nem hívő is tanulhat tőle. Hála Istennek van néhány fotó János atyáról, és az a boldoggávatásnál előkerült vidám, mosolygós, fiatal papképe talán nagyon sokak számára név hallatán megjelenik. A papi elmondotta az volt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez igaz az ő életére. Még a halál, a vértanúság is, mennyi hivatás, mennyi istenkereső ember Istenhez találása kötődik rajta keresztül, vagy az ő vértanúságán keresztül hozzá. A másik, hogy úgy élte az életét, hogy bátor volt, nem félt, nem futamodott meg. És ezt szoktam én mindig hozni, hogy a mi életünkre is ez átfordítható. Nekünk hála Istennek most nem kell félteni az életünket, de azért látunk jeleket, hogy a keresztényeket azért üldözik akár Nyugat-Európában, akár a világon, és nem csak fizikálisan, hanem van egyfajta ideológiai, van egy szellemi egyház vagy keresztény üldözés. Tehát ha én felvállalom azt, hogy én vallásomat, hitemet gyakorló vagyok, akkor érhet ilyen-olyan retorzió. De kérdés, hogy felvállalom-e? Hogy, és én nem azt mondom, hogy hencegek vele, vagy előre tolom magamat, de a mindennapi életben, mondjuk egy étteremben ugyanúgy keresztet vetek el, és imádkozom étkezés előtt, mint akár teszem ezt otthon. Vagy a munkahelyemen, vagy a mindennapi életben, egy társaságban, ha elkezdik szidni a papot, akkor én beállok-e, vagy esetleg megvédem. És lehet, hogy egy adott személy jogos dolgot mond egy papról, vagy egy püspökről, vagy egy hívőről. De kérdés, hogy be kell állnunk a sorba, és szidni, mantrázni ugyanazokat a hülyeségeket, vagy azt mondani, hogy ő az egyház embere is, ember. Követel hibákat, ahogy követtek el a szentek is. Egyikünk se hiba nélkül való, sőt, bűnösök, bűneink is vannak. De a kérdés az, hogy a mindennapi életben hogyan tekintünk az egyházra, hogyan tekintünk a papjainkra, a híveinkre. És ebben azt gondolom, hogy feladatunk van és küldetésünk van. És nem lehet félelemmel élni az életünket. Nem lehet a munkahelyünkön, az iskolában, ha én éppen diák vagyok,
nem lehet kis alkukat kötni, nem lehet puskázni, nem lehet lopni, nem lehet csalni, és ezt tanítják a szentek, és ezt tanítja János atya is, hogy a mindennapi életben hogy leszünk keresztények, hogy tudjuk a hitünket megélni, és hála Istennek nem diktatúrában élünk, hála Istennek az egyházaink Magyarországon szabadon élhetnek, és ennek fényében kell értékelnünk ezeket az életáldozatokat, ezeket a példaképeket előttünk, példamutató életutakat, és erőt merítve bátran kell a mindennapokban élni az életünket. A 66 éve meggyilkolt és 5 éve boldogávatott Brenner János életéről és különösen haláláról szólt ez a mai beszélgetés. A vendégünk Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, boldog Brenner János életének és gyilkosságának a kutatója volt. Köszönöm szépen! Én köszönöm a lehetőséget!